Köszöntöm nézőinket, önök a Terézvárosi Magazint látják, ezen belül most az önkormányzati perceket látják. Brém Nagy Ferenc, Terézváros Újságának főszerkesztője a vendégem, lapszemlézni fogunk. Üdvözöllek, Feri, sok szeretettel. Köszöntöm én is a nézőket. Mutatom a Terézváros Újságot, megmondom őszintén, örömmel szoktam kezembe venni, mert ez egy kellemes, jó tapintású, jó kiállású, olvasható lap. Mondták ezt már neked? Hát én igen szoktam hallani, én csak reménykedem benne, ugyanis azt szeretnénk. Tehát azt próbáljuk, hogy nyilván a kerületi történések, illetve az önkormányzati történések mellett azért nyújtsunk olyan tartalmat az olvasóknak, a kerületi lakosoknak, ez együtt van ebben az esetben, ami szórakoztató, tanulságos, hasznos, ad abszurdum, szép. Most ugye ezt maga ez a magazinforma adja, hogy sokféle dolog, sokféle írás, amiben van szórakoztatás, van kicsi ilyen, kicsi, meg vannak, azt gondolom, hogy ha valóban nívós írások. Jó nevű szerzők, nívós írások. Hogyan áll össze jelen pillanatban, mielőtt még végigszaladnánk a cikkeken, amit remélem, hogy azóta most kikészítettek a kedves nézők is, és akkor talán együtt csemegészhetünk az újságból. Hogyan áll össze most a szerkesztőség? A szerkesztőség az gyakorlatilag ugye azt jelenti, hogy van az önkormányzatnak egy sajtóosztálya, ahol vannak munkatársak, az ő dolguk sokrétű. Tehát a sajtóosztály egyrészt kezeli az önkormányzati sajtó megjelenéseket, kommunikál kifelé nyilván a polgármester, illetve az önkormányzat vezetésének instrukciói szerint. Ezen kívül leköveti az önkormányzat tevékenységét, történéseket, ezt megírja hírekbe a honlapon, és akkor ezeknek a java része máshogyan benne van az újságban, ez adja az újság elejét. És akkor van az újságnak a második fele, ami nem önkormányzati rész, azt vagy a kollégák, vagy külsős szerzők csinálják, van olyan, amit csak külső szerző csinál, vagy tud csinálni. Ilyen az irodalom, meg a színházi ajánló kritikák, helytörténeti oldalak, illetve hát a szabadidő, életmód. Ami kell egy magazinban az ilyen. Kritika. Ezek a portrék, ezeknek portré sorozat, vagy helyeket bemutatom, ez így egyben van, arcok, helyek Terézvárosban címmel van egy sorozatunk, ahol érdekes embereket, meg érdekes helyeket mutatunk be. Hát nagyjából így. Rögtön az elején ugye ha már arról volt szó, hogy ugye le kell követni a kerületben történő eseményeket, a nyitó oldalon, a lapon, rögtön a 1948-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezése volt, és azt gondolom, hogy volt azért még ezen kívül két-három olyan nagyon jeles esemény a kerületben, amiről érdemes szót ejteni. Természetesen majdnem mi is mindenhol ott vagyunk, és majdnem párhuzamosan csináljuk a dolgainkat, hiszen nekünk is ez a dolgunk elsősorban, de nem tudom szó nélkül hagyni, hogy erről a fasori orgonalvatásról ne ejtsünk szót. Hát igen. ez egy fontos történése. Ugye ez egy ilyen speciális helyzet, mert tulajdonképpen most szigorúan nézünk, akkor a fasori református templom az tulajdonképpen a 7. kerület, de ez egy gyülekezet, egy református gyülekezet. És azt, hogy ez mennyire fontos esemény, azt talán mutatja az is, hogy egy elnyúló orgonalvatási ceremónia volt. Igen. Tehát ezért tartott egy hétig, jószerivel, és hát itt azért megjelentek olyanok, nem feltétlenül a protokollra gondolok, amiről mi is írtunk, amikor ott volt a emberi erőforrások minisztere, meg az egyház ügyekért felelős államtitkár, hanem mondjuk az előtte vasárnap, ahol a budapesti összes református gyülekezet énekkara volt, a debreceni református gimnázium kántusa is itt volt, és nyilván itt volt a Dunamelleki püspök is. Tehát az, hogy ez a magyar reformátusok életében egy nagy esemény, azt ez is mutatja, hogy azért itt nagyon sok helyről jöttek reformátusok. Mindig fontos egy ilyen dolog, és nem csak azért, mert egyházi, hanem mert valamiféle szakrális tárgy, momentán hangszer újul meg, ez mindig fontos, azt gondolom. Tehát minden közösség életében. Egyébként azt gondolom, hogy a fasori református templom egy csodálatosan szép templom, és orgona hangversenyeknek is teret és lehetőséget fog tudni adni, tehát egy kulturális szintére is válik. Abszolút, innentől kezdve. Abszolút, hát nyilván ezek, tehát azért mondom, hogy fontosak ezek egy-egy közösség életében, mert nagyon sokszor olyan, mintha ez így lenne nekünk. Tehát egy templomban van orgona. Tehát, hát nem mindegy, hogy milyen és hogy szólal meg. De nagyon hajlamosak vagyunk azért készen kapottnak venni dolgokat, és nyilván, mert hogy úgy is kapjuk. Tehát az ember beleszületik egy gyülekezetbe, egy templomhoz, vagy egy templom közösségébe, és nyilván teljesen természetesen veszi ezt kész tényként, ami ott van. Az, hogy ez mit jelent, az ilyenkor derül ki. Tehát az, hogy mit jelent, ha ez megújul, ha erre költenek, ha ezt így együtt avatják, tehát ez ilyenkor derül ki többnyire. Nem nagyon akarom taglalni úgy az eseményeket, hiszen tényleg a nézők majd végigolvassák, hanem tényleg csak azt szeretném, hogyha egy-két cikkre fölhívnád a figyelmet, vagy egy-két írásra, amely érdekes. Említetted itt a színházi részt, akkor a kulturális részeket, a csemegéket, azt hiszem, hogy azok is nagyon érdekesek. Egy pár szót ejtsünk viszont arról, hogy van benne egy elég hosszú írás az országgyűlési képviselőnkről. Ő első alkalommal szerepelt a lapunkban? Nem, az országgyűlési Terézváros és Erzsébetváros, így pontos országgyűlési képviselője, tulajdonképpen rendszeresen megszólal a labba. Hát én nem tudom, hogy most kétszer, vagy háromszor, vagy ez a második, vagy ez a harmadik, bevallom férfiasan. Erre nem emlékszem, de az, hogy egyébként rendszeresen megszólal és beszámol arról, amit éppen csinál, vagy amit éppen az eltelt időben csinál, ez rendszeresnek mondható, tehát abszolút. Nézzük meg, hogy mi az, amit ajánlanál külön a kedves nézőknek. Hát praktikusan azt mondanám, hogy iskolaválasztó címen összefoglaltuk, vagy kértük az 5 kerületi általános iskolát, hogy írjanak magukról, mert hogy közeledik az idő, amikor majd be kell íratni a gyerekeket, akik idén szeptemberben tankötelesek lesznek. Ezt rendszeresen csináljuk évről évre, óvodákkal is, iskolákkal is, javarészt azért, hogy a szülők azért valami képet kapjanak arról, hogy hova és lehet vinni. Hát nyilván itt vannak beiskolázási körzetek, de nem állt az, ha egybe látjuk azt, hogy Terézvárosban mégis oktatás, illetve nevelési intézményeként mi van, úgyhogy ez az egyik, akinek iskolás korba lépő gyereke van, az mondjuk meg tudja nézni, hogy melyik az az 5 iskola, amelyik várja a gyerekeket Terézvárosban. Nyilván kötelező, de nem csak azért van meg kötelező, hanem meg mert illik, meg mert így kell. Húsvét, nagy hét van, hétvégén húsvét, ez a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Ennek megfelelően a Terézváros hitélet rovatában van egy húsvéti írás, ami most más, mint amit általában szoktunk, hogy évekre visszamenőleg szoktunk írni, mert nyilván ilyenkor az ember, illetve a megkérdezett, mert ugye többnyire azért ezt nem úgy születik meg, hogy leülünk mi és akkor írunk, ami eszünkbe jut. Többnyire megkeressük a kerület templomainak lelkészeit, és őket kérjük. Na most ez most éppen a Teréz templom lelkész, a Zoltán atya segítségével született egy írás, ami a keresztutat részben mondja el, részben ehhez fűz egészen mai úgymond ilyen kívánságokat, hogy mi lenne jobb, mi lenne, ha mondjuk ehhez igazítaná az életüket az emberek. Én érdekesnek gondolom az, hogy húsvét táján kicsit többet foglalkozunk a lelkünkkel, az talán nem is nagy baj, meg időszerű is. Vannak itt részek, amelyek kimondottan a színházi világhoz köthetőnek. Ez az interjú, ez most éppen azt tudom mondani, hogy ez véletlen. Mert ugye ezekben az interjúkban mindig, ez nem feltétlenül színházi interjú, hanem itt mindig valamilyen ismert ember, művész, sokféle ember szokott itt szerepelni. Most éppen Nemes Vandát kérdeztük, aki a Új Színház színésznője, és a Fontinelli Boszorkány című regényből készült színdarabnak játszotta a főszerepét. Ez volt az egyik indoka, amiért őt kérdeztük, illetve hát nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy neki megszületett a gyereke. És ez így együtt, a színház, a gyerek, tehát hogy ez ilyen egyszerre volt, ez ilyen felütés. És akkor itt van a színházi oldal, ami állandó, és ez most éppen a Radnóti Színház turandó bemutatójáról szól, illetve hát az új igazgató, Kovács Adél, aki egyszer igazgató, de továbbra is játszik, tehát ő is mond néhány dolgot, ami fontos, mert talán ugye valahol most zárul le ez az igazgatói átadás, átvétel. Tehát... Egyébként Kovács Adélt nagyon érdekesnek találom, mint színházigazgatót. Annyira személyesen nem ismerem őt, de egy törékeny és erős nő egyben, érdekes lesz, igen, hogy milyen színházat fog hát különösen csinálni. Ugye, hát azért, hogy mondjam, azért sok-sok éven át Bálint András igazgató a Radnóti Színházat, megszoktuk, hogy férfi igazgató van. Érdekes. Nyilván nem lesz ebbe, tehát azért Kovács Adél is ott van, tehát nem gondolnám, hogy ez most itt nagyon jelentékenyen változna. Figyelünk színházban azért arra, hogy a kerületben lévő nagyon sok hely azért, ha lehet, akkor egyensúlyba, tehát mindenhonnan legyen valami. Aztán van az irodalom oldalunk, ahol általában ugye tekintettel arra, hogy ez egy kis alapú újság, és ugye mindig azt mondják mostanában, amit én nem szeretek ugyan, de hát ha mondják, akkor nyilván van benne valami, hogy sok betű ne legyen. Tehát itt tárcanovellák szoktak megjelenni, vagy könyvajánló, vagy recenzió éppen. Én azt gondolom, hogy ezek jó dolgok. Azt gondolom, hogy a Terézvárosban az utóbbi időben, vagy a Terézváros körül összeállt egy olyan szerzőgárda, aki a magyar irodalom élvonalát jelenti. És nem tudom, vagy nem nagyon látom, hogy ez mondjuk máshol előfordulna, hogy mondjuk Térei János, Száraz Miklós György, Szepesi Attila és aztán itt sorolhatnék még neveket, azért nem fogom, mert kihagyni nem akarok senkit, mindenkit meg úgyse tudok felsorolni. Tehát az a helyzet, hogy az irodalom terveztése kapcsán én néha azt gondolom, hogy ezek a helyek, mint mondjuk a kerületi újságok, vagy mondjuk a Terézváros, ez egy fontos hely lenne ahhoz, hogy mondjuk az olvasók azok kapcsolatban maradjanak azokkal az írókkal, akik eltűntek a közfigyelméből. Azért is nagyon érdekes ez, mert ugyanúgy a rendszerváltás előtt, amikor a kerületi sajtónak, illetve a munkahelyi sajtónak, most ez furcsán fog hangzani, de ugyan a gyároknak is voltak lapjai. És egy gyári lap, az például ma már elképzelhetetlen példányszámban jelent meg, mondjuk a Csepel Művek újságja. Én az Ikarus újságot ismertem, hiszen ott nőttem. Ikarus, szerintem a Csepel Művek újság 60-70 000 példány volt. És jók voltak. Hetente. Na most az a helyzet, hogy ezekben az újságokban volt irodalom. Igen. Egészen furcsa módon. Tehát tulajdonképpen valamilyen hagyomány, tisztelet is lehetne ez, vagy meg tudnánk ezt így indokolni. Én nem szeretnék ennek ilyenféle magyarázatát adni, mert nem feltétlenül erre van szó. Egyszerűen csak jó, hogy egy tárcán közölhetünk, hát igen, hogy egy jó írást, egy jó novella megjelenhessen. Igen, meg fontos, mondom, tehát maga az, hogy olyan helyen találkozzanak az írók írásaival és nevével, ahol emlékeznek erre. Tehát ahol azt érzik, hogy ez része az életnek. Hát reméljük, hogy ez így is lesz, hogy ez a rovat sokáig fog menni, hogy lesz lehetősége a fiatal íróknak, költőknek arra, hogy megjelentethessenek verseket, írásokat, és ennek épp a Terézváros Újság is felületet tud biztosítani. Ennyi fért már az időnkben. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, vagy itt voltál velünk, kedves nézőink, tehát forgassák a Terézváros Újságot, azt gondolom érdemes.